Köszöntöm kedves nézőinket, Eperjesi Tíme vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látják. A következő témákkal készültünk. Magháztábor, szórakoztató közösségi élmények és hasznos időtöltés. Hagyományőrzés Kétyen, 35. Bukovinai Folklor Fesztivál alkalmából szomszédoltak a kétyi településen is. Sokféleség, az Aliszka Árt Művészeti Egyesület kiállítása. A Tolnai Művelődési Központ nagyon sok munkát fektet a fiatalok szellemi, lelki egészségének ápolására, megőrzésére. Erről táboraik során is megbizonyosodhatunk. Idén is remek programokkal várták a gyerekeket. A gyerekek örömmel mesélték el a héten szerzett élményeiket. Utazás volt a legtöbb. Voltunk, mondjuk például tegnap voltunk babaházban, kisdereg lakon, azt hiszem. Voltunk műhelyben. Volt külön foglalkozás a lányoknak és a fiúknak, mondjuk sapkát festettünk, amilyenre csak szeretted volna, festékkel, ilyen fújós festékkel is. Mindenhova busszal mentünk, és hát van olyan is, amikor szünetek vannak itt bent, lehet játszani, ott a hátul van egy ilyen babzsákos rész, ott is lehet, hát ritkán, de lehet telefonozni. Hát igazából van reggeli, meg ebéd, meg minden. Most jelenleg kenyeret csinálunk, most kell. Lesz majd lecsófőzés is, ilyen főzőverseny, ez a nap ilyen főzős nap. 2-kor fogunk... akkor lesz a zsűrizés, bocsánat, és utána lehet majd hazamenni, ez a legrövidebb nap, azt hiszem. Kézilabdát lehetett kipróbálni szerdán, és teniszezni lehetett. És mi az, ami a legjobban tetszett neked a héten? Hát, szerintem nekem a teniszezés. Az volt a legjobb, meg szerintem én nagyon szeretek főzni, úgyhogy ez a kenyér és lecsófőzés lesz a legjobb még. Föglány Máté Lilla is elmondta, hogy neki mi tetszett a legjobban a héten. Nekem a biciklizés, amikor biciklivel mentünk például a sportcsarnokba, meg a Mösre, meg amikor készítettünk sapkát, festettük, meg rajzoltunk. Most sokszor voltunk más helyeken, például Szekszárdon, meg Gereslakon, meg bicikliztünk Tolnán ki Mösre, meg a sportcsarnokba, például kenyeret sütöttünk, sapkát festettünk, meg csináltunk mindenféle sütit, például Rafael logolyó, meg Zserbó golyó, aztán majd ebédre készítünk lecsót, aztán... Tudod, hogy hogy készül a lecsó? Ezt kell hozzá paprika, paradicsom, valamikor tesznek rá tojás, kell hozzá hagyma, nyilván fűszerek, szerintem nagyjából annyi. Nagyon jó a csapat, már összeszokott így a hétvégére, és nagyon sok ismerősen, ilyen 22-21-en vagyunk, de tényleg mindenki jól van egymással. Igen, én minden évben jövök, amióta lehetett jönni, minden évben jövünk. Voltam az alsósban, most meg már a felső tagozatosban, minden évben jövök. A táborokat hagyományokhoz híven minden évben megtartják. Józsa Jácint szervező elmondta, nagyon fontosnak tartják, hogy széles körűen fejleszik a gyerekeket, ezért többféle típusú programmal készülnek minden évben. Fókuszba helyezik a közösségi élményt, ez a tábor egyik alapja. Szellemi képzésüket játékos feladatokon keresztül és kulturális programok által valósítják meg. Idén sok érdekes helyszínt is meglátogattak a városon kívül. Fontosnak tartják a testnevelést is, ezért mindig akad valamilyen mozgásos program a táborban. Ez most a felső tagozatosoknak a tábora, ami éppen jelenleg zajlik. Ez a harmadik táborunk. Ennek a tematikája egy kicsit különbözik, mint az alsó táboroknak a témája. Próbáltunk változatos programot összeállítani a gyerekeknek, hogy legyen benne kézművesség, játék, sport, tanulás, ismeretterjesztés. Ezt már a hétfői napon is próbáltuk gyakorolni, akkor különböző szakmákat ismerhettek meg,
a cukrászatot például Fazekasné botanikó segítségével festettek, kicsit kézműveskedjenek is, illetve kedden kipróbálták a sportokat. A két tolnai egyesület segített ebben, a Tolnai Kézilabdaklub, illetve a Vitál Szövetségnek a teniszszakosztálya. Velük a teniszt próbálhatták ki, utána ismét kézműveskedés következett. Szerdán Szekszárdra látogattunk, ott a Petrics Mézes Kalácsos üzembe mentünk el, és ott megnézhették, hogy hogyan készültek régen a gyertyák, illetve a mézes kalácsok. Utána pedig a tudásközpontba látogattunk el. Nagy szerencsékre mi voltunk szinte az elsők, akik láthatták a tudásközpontot, megnézhették, hogy hogyan működik egy könyvtár, illetve a gyerekkönyvtárt is már kipróbálhatták, meg látták az átköltözést is. A csütörtöki napon Geresblakra látogattunk el, ez egy tradicionális sváb falu, és ott pedig a német kultúrát, a sváb kultúrát ismerhették meg kiállításokon keresztül, illetve egy tradicionális sváb ételt, gőzgombócot készítettek, amit nagy kedvel fogyasztottak el ebéd gyanánt. A mai nap ez egy kicsit szabadabb foglalkozásban telik, a péntek az mindig egy ilyen kicsit szabadabb program. Most kenyeret kelesztettünk, hamarosan kerül a kenyér a kemencébe, utána pedig főzőverseny lesz, aminek a keretében lecsót fognak készíteni. Nagyon népszerű a tábor, én úgy veszem észre, évről évre vannak, akik visszajárnak. Például a Lilla, aki az előbb beszélt, ő neki ez már a 8. tábora, őt szinte láttuk felnőni. Nagyon örülünk, hogy mindig visszajönnek évről évre. És most jelenleg 22-en vagyunk, ami szerintem egy nagyon jó szám, mert az előző években a felsős tábor nem érte el a 20 főt, de most ezt meg is haladtuk. A pénteki főzős eseményen pedig segítséget is kaptak a gyerekek. A Vándorló Szépkorúak baráti körének a tagjai fognak segíteni lecsót főzni. Ez már évről évre megszokott, hogy ők segítkeznek a főzőverseny során. A Vándorló Szépkorúak baráti köre egy nagyon aktív, tevékeny csoport. Mindig kiveszik a részüket a település eseményein. Segítő szándékuk ismert már a környéken. Fókuszba helyezik a gyerekekkel való törődést is, hiszen a jövőt majd a fiatalok alakítják. Többször csatlakoztak már a táborhoz, idén a lecsó főzésben segítettek. Vezetőjük, Zsinka János elmondta, nagyon fontos, hogy sok ehhez hasonló élményük legyen a gyerekeknek, mert rengeteget tanulnak belőle, pozitív példákat látnak, és a diákok hasznosan töltik el a szabadidejüket. A mai program itt a kulturális központ szervezésébe minden éve szerveznek a gyerekeknek ilyen magtábort, és évek óta már mindig jövünk ide, felkérik a Vándorló Szépkorúak baráti köréből 3-4 főt, akik eljönnek segíteni a gyerekeknek főzni. Mi csak szaktanácsa látjuk el a gyerekeket, és az idei évben megint meghívtak bennünket, örömmel jöttünk, és most lecsót készítünk. Egyik évben lecsót készítünk, másik évben paprikás krumplit készítünk, de már hallom itt az információkat, lehet, hogy jövőre belevezünk egy halfőzésbe. Itt a gyerekeket meginvitáljuk. A gyerekeknek én azt gondolom, hogy azért jó, hogy ismerkednek a konyhával, ismerkednek a gasztronómiával, és tapasztalatot kérnek tőlünk, felnőttektől, hogy a hagymát hogy kell pucolni, a paprikát hogy kell összevágni, a lecsót hogy kell készíteni, és egy jó ilyen vidám társaságban jó itt együtt lenni, és ez a gyerekeknek ez nagyon-nagyon fontos, az ilyen csoportos együttlét, nem csak azt a, hadd ne mondjam, milyen telefont állandóan még a tabletet nyomni, egymással most tudnak kommunikálni a felnőtt emberekkel, tanácsot tudnak tőlük kérni, és én azt gondolom, az ilyen rendezvényre nagyon-nagyon szükség van. A lányok egy sima lecsót, egy kis tojás hozzáadásával, paprika, hagyma, paradicsom és egy kis tojás hozzáadásával. De vannak itt a másik társak, akik itt csinálják a lecsót, azok hallom, hogy tarhonyát tesznek bele, meg egy már dolgokat. Általában, mint ilyen hagyományos paraszt lecsót szoktunk csinálni, hogyha a Vándorló Szépkorúaknak van a lecsó fesztiválja, teszünk bele füstölt kolbát, füstölt szalonnát, most reggel otthon maradt. De majd legközelebb.
A gyerekek itten reggel gyújták azért, hogy bedagasztották a kenyát, és kisütötték, és most azt fogjuk a lecsóhoz hozzá enni. Ha épp nem volt szervezett programjuk a gyerekeknek, a művelődési központ épületében csocsó, biliárd, valamint rengeteg könyv is várta őket. A tábor minden évben remek kikapcsolódási lehetőséget nyújt nekik, valamint azoknak is újat tud mutatni, akik állandó visszatérők. 35. alkalommal rendezték meg idén Bonyhádon a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folkról Fesztivált. Idén 32 csoport vonult fel Bonyhád utcáin, és több ezer ember tette tiszteletét jelenlétével. A színpadon a nyitónapot követően 16 együttes lépett fel, majd a második nap 23, ezek közül 11 külföldi vendég volt. A megtelt tér is bizonyítja, hogy Kétyen az évek óta tartó szomszédolás sikeres. Ide 2002 óta minden évben ellátogatnak a külföldi és hazai együttesek, általában egy vagy két fellépőt látnak vendégül. Minden házhoz meghívót osztottak szét, hogy mindenki értesüljön az eseményről, és minél többen látogassanak el az előadásra. Ugye a bukovinai találkozások az a 35. évfordulát ünnepli az idén, és véleményem szerint nem tudom egészen pontosan, de 2002-től vagyok én a polgármester, és szerintem azóta nálunk a Covid kivételével minden évben volt, ha jól emlékszem rá, fellépése a külföldi csapatoknak. Általában a külföldi csapatok közül egy vagy kettő fellépő csoportot kapunk. Mindig úgy válogatják nekünk össze, illetve mi is azt szeretjük, hogyha az énekesek mellett táncosok is vannak, hiszen erre igazából a legjobb koreográfiát lehet, és programot lehet rászervezni. Minden házhoz egy meghívó cetlit bedobtunk. Hát nagyon várom, hogy bízom benne, hogy a lakosságot érdekli ez a rendezvény. Mindig nagyon sikeres ez a rendezvény. Nek az a trükkje, nevezzük így, hogy mindig olyan csoport jön, aki még eddig nem volt, és a Bukovinában élt székelyeknek a népszokásait szinte mindenki másképpen adja elő, mindenki más koreográfiát, még hogyha ugyanolyan dallamokat hallunk, akkor is a táncokba, az énekekbe másképpen adják elő, és ezért színes a program, és mindig nagyon tetszik a közönségnek. A falubeliek már többször voltak az évek során Lengyelországban, illetve Romániában fellépni, de nem a szomszédolás keretein belül. Ennek lényege, hogy mindig ide látogatnak el a meghívottak, amit nagy örömmel fogadnak a szervezők is. A megtelt kultúrházban elsőként a Madéfalvi Merekjei Néptánc Együttes szórakoztatta a megjelenteket. Az egyesület 2008-ban alakult meg. Céljuk, hogy ápolják a hagyományokat, s ezt továbbadják a fiatal generációnak. A bukovinai találkozásokon rendszeresen részt vesznek. A jó hangulatot és a zenét a Csurgó zenekar biztosította a résztvevők számára. A székelynői viseletnek volt nyári és téli változata is. A legfőbb darabjai viszont a kétrészes felső ruha, a rokolya és a mellény volt. Annak idején az emberek ezeket hordták az utcán, valamint templomba járáskor is. Manapság már ezeket a ruházatokat kivételesen alkalmakkor viselik. 5. éve pályázati úton nyertük ezt a ruhát. A mellény meg az ing az eredeti, az már több éves. A szoknya és a kötény az új. De 150 éves például az igazi favirágozó kajánk, ami van. Margit néni az egyik korostársunk abban van. De úgy voltunk vele, hogy nagyon foszlányos, és gondoltuk, hogy kicsit fel kéne újítani. És akkor egy pályázati úton 600 ezer forintot támogattak azzal, hogy új ruháink tegyenek. Úgy mondom, hogy a Kéti Hagyományozó Egyesület 2002-ben lett a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének a tagja, és mi 1997-től vagyunk, tehát 25 éves jubileumot ünnepeltünk két éve.
nagyon szép számmal, mert van nekünk egy olyan, hogy egy egyesített kórus. 5 településnek a csoportjai tartoznak hozzánk, és ez a Tevel, Kis Dorog, Nagymányok, Kakasd és Kéty. Összesen vagyunk 65-en. A megnyitón is szerepeltünk pénteken, ami nagyon jól sikerült. Hát 2 éve, amikor volt itt az ünnepségünk, akkor mindenki részt vett rajta. Ez volt a meglepetés. De a Székelyszövetségnek a tagjai az 2002. Hát voltunk valamikor 14-en, sajnos elhaltak, kiöregedtek, itt hagyták. Most jelenleg 5-en vagyunk. Úgyhogy mi most nem is fogunk énekelni, mi most már tényleg inkább az egyesített kórussal szerepelünk. Itt a faluban igazi székelyek élnek. Van egy pár felvidéki német, vagyis sváb, de a székelyek részéről nagyon-nagyon jó az összefogás, és szeretném, én most már 14 éve vagyok a vezető, és szeretném továbbadni, ha találnák egy olyan embert, mert ezt a hagyományt ápolni kell. Külföldön is több esetben megszerepeltünk, Könpulunktól kezdve Lengyelországba, Érsekkétyen. Tehát sok helyen megjelentünk, a Vas Lajos nagydíjat megnyertük, kiemelt aranydíjaink vannak, és szeretném, ha ezt tovább ápolhatná valaki. A Rokolya Népdalkörben 4 mutatták be az előadásukat, és azt, hogy milyen, amikor kiskórusként is bezengi a termet az énekük. Már több éve, hogy meghívottként vagy a tánccsoport, vagy az énekcsoport részt vesz ezen a fesztiválon, és külön tetszik nekünk ez a szomszédolás, ami az utolsó napja szokott lenni a fesztiválnak, és idén rendkívül örülünk, hogy Kétyre tudunk jönni. Én személy szerint még nem voltam. Néhány évvel ezelőtt a tánccsoport már részt vett itt Kétyen, és nagyon köszönjük a vendégszeretetet, amit itt a kétyiek tanúsítanak felénk. A Rokolya Népi Ének Együttes 2010 óta, és körülbelül ennyi ideje a néptánccsoport is, amit a helyi önkormányzat nagyban támogat, hogy a fiataljaink megtanuljanak táncolni. Hát én elsősorban emberi találkozásoknak örvendek, ahogyan itt minket fogadnak, vannak ismerős arcok, hogy újra találkozhatunk ezekkel az emberekkel, és hogy ilyen nagyszerű a kultúrán kívül, mert az is rendkívül fontos, de hogy a hagyományok és a kultúrán megmaradásán kívül emberi kapcsolatok szülessenek, vagy a meglévők tovább éljenek, nekem ezt gondolom, hogy ez a legfontosabb. A Bukovinai Fesztiválnak évek óta rendszeres fellépője a Csurgó zenekar, akiket országszerte ismernek. Jelen pillanatban azért jöttünk Kétyre, mert a Bukovina Fesztiválon évek óta résztvevő zenekar vagyunk, olyan értelemben, hogy a fesztivált kísérjük, általában minket így központilag megfogadnak, és nagyon sok táncegyüttesnek szolgáltatjuk a zenei kísérekek, és így volt ez a tegnap és tegnap előtt a Madé falvaiakkal, akiknek hál' Istennek annyira tetszett a muzsikánk, hogy megkértek, hogy ide is kövessük őket. Úgyhogy most itt vagyunk Kétyen. Éppen azt számolgattuk, hogy több mint 10 éve voltunk itt utoljára Kétyen, úgyhogy ez nagy ajándék. Ugyanúgy nagy ajándék, mint ahogy az is, hogy a bukovinai származású székely emberek még mindig olyan nagyra tartják a mi muzsikánkat, hogy szeretnek és hívnak minket, és ezért örökre hálásak is leszünk nekik. Az Aliszka Ártművészeti Egyesület nyári zsongás című kiállítását lehet megtekinteni a Tolnai Művelődési Központba szeptember 10-éig.
Az alkotók sokféleségéből adódóan változatos produktumokkal találkoznak a központba betérők. Berta Zoltán alpolgármester nyitotta meg a kiállítást augusztus 16-án. Beszédében Balogh Lászlóról is megemlékezett. Szeretettel köszöntöm én is az Aliszka Árművészeti Egyesület által szervezett nyári zsongás kiállítás alkotóit, szervezőit, és nem utolsó sorban minden kedves érdeklődőt, reményeim szerint a jövő leendő művészeit. Kreativitás olyan drog, ami nélkül képtelen vagyok élni. Cecil Wilde-Neill filmrendező idézete néha egy Balogh László mottója is lehetett volna. Mikor is 2011-ben életre hívta az Aliszka Árművészeti Egyesületet. Laci tette mindezt azzal a céllal, hogy főként Tolna és Szekszárd környéki feltörekvő, kibontakozni vágyó amatőr művészeket felkarolja részükre, alkotásai bemutatására, kiállításokat, tudásuk, gyakorlatuk gyalapítására, alkotótáborokat szervezze. Rotkai Zsuzsanna, a művészeti csoport vezetője mutatta be nekünk kiállításukat. Ő maga 6 éves kora óta alkot. Utoljára 3 éve állítottunk ki, és most sajnálatos módon az együttes vezetője elhunyt, és új vezetőségi tagok kerültek az együttes élére. Ennek a bemutatkozása a mai nap történik meg. Hát régi tagjaink is vannak, de sok újjal is gyarapodtunk, és talán annyiban változik az elmúlt évek kiállításaihoz képest, hogy sokkal szélesebb körű, sokrétűbb a bemutatkozás, és a művészeknek a tevékenységi köre egész más, mint ami volt 3-4-5 évvel ezelőtt, illetve 20 évvel ezelőtt, mikor megalakultunk. A gyöngyképek is, 2-3 alkotónknak is a mesterművei most kiállításra kerülnek, hiszen ez is egy új technika, és a pirográfia, ami mostanában bejött, a divatba jött, ennek is jó néhány darabját bemutatjuk. Pirográfia főleg fa lécekre, fára dolgozunk, farost lemezekre például, és vannak speciális égető részei, égető tűk, égető szerkezetek, amikkel belevéssük, beleégetjük, konkrétan a fába. Ezeken javítani nem lehet. Tehát ha az egyszer bele van égetve, azért ez egy nagyon nehéz technika, mert ezzel javítani nem lehet. Az olajon lehet, de ezeken nem. Nagyon sokféle motívumot el lehet vele készíteni. Tehát arcképet, tájképet, alakokat, csendéleteket, sőt lehet kombinálni például akvarellel is, gyöngyökkel is. Most magamról beszélek, mert ezzel szoktam, de hát ki a mivel esetleg kombinálja. Én általam készített tárgyakat, egyrészt a szobraimat hoztam, amik itt láthatók, főleg agyag szobrokat készítettem. És amik itt ezen a főfalon látszanak még innentől, akvarelek, üvegfestmények, pasztel, sejemfestmény és grafika. Ezeket hoztam, hát, hogy többféle technikát bemutassak az alkotásaimból. Iskoláskorom óta rajzolok. Többféle táborban voltam, több festőművésztől tanultam. A
főiskolán elvégeztem a szobrász tanszak első évét, Ador Jáni Endre tanítványa voltam, és hát a többit pedig az üvegfestést, a sejemfestést magamtól kísérletezgettem ki. Krasznai Dorina kreatív és sokoldalú, egyik szenvedélye a tortakészítés. Másik hobbija a gyöngyképek megvalósítása, erről is beszélt nekünk. Egy megadott kép, ami ragadós, ilyen ragasztós, és arra kell igazából a megadott színeket ugyebár rátenni. Igazából nagyon egyszerű az egész, ilyen semmi bonyolultság nincs benne, meg hát nagyon szép utána ugyebár virágokat, állatokat, bármit ki lehet belőle rakni, és hát így megrendelésre is lehet készíteni, hogy a saját arcképünket például kirakjuk, úgyhogy ez is motivált, hogy ilyeneket készítsek. 9 éves korom óta kezdtem igazából így a cukrászattal foglalkozni. Így csak a családnak sütöttem így eddig, bár volt pár megrendelésem is, és hát most fogok az iskolába menni, kitanuljam igazából az egész cukrász szakmát, de nagyon szeretem, mert így dekorálni igazából nagyon szeretek minden, ezért is a gyöngyképeket is készítettem. Úgyhogy igazából így a családban nem sütött így előttem senki, csak így valahogy nem tudom, jött nekem ez az érzés, és nagyon szeretem csinálni. Hát igazából több pasztelt készítettem, de a színeseket azért jobban szeretem, meg főleg az emeletes tortát, de igazából a dekorálás, amit igazán szeretek, bár azért sütni is szeretem, meg az ízekkel is szeretek így, hát így váltogatni őket igazából, és hát nagyon várom, hogy megtanuljam így rendesen a szakmát is, mert süteményeket is nagyon szeretnék majd csinálni. A virágos torták azok, amik így nagyon mennek így a mai világba, de például én az ilyen formatortákat nagyon szeretem elkészíteni, mint például táska, meg ilyesmi, ami már nem mondod meg róla, hogy igazából ez egy torta, és ilyet többet is készítettem, úgyhogy ezeket nagyon szeretem. Főleg képek alapján szoktam készíteni, videókat úgy annyira nem, de mindig képek alapján megnézem, hogy mi a mostani divat, és akkor az alapján próbálom csinálni. Az Egyesület sok energiát fektet abba is, hogy fejlessze a gyerekeket, ösztönözze őket az alkotói tevékenységre. Én Kecserű Zolán vagyok, és ezt az oroszlánt készítettem, és a nagynéném hozta az Angliából, és volt egy lap, és az alapján raktam ki. Ezen kívül Zalán egy másik alkotása is megtalálható a teremfalán. Az a részdomborításom, és azt meg az voltunk, már nem tudom hol, és bementem egy ilyen terembe, és ott lehetett ilyeneket csinálni, lehetett festeni, rajzolni, de én legjobban a részdomborítást szeretem, mert az nagyon szép, meg nagyon jó is, és a másik feléről csináltam, és nagyon örültem neki, hogy lett az első részdomborításom. És mi van, hogy ez hogy néz ki, hogyha ránézünk, mit lát? Egy sárkányt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látták. Viszontlátásra!